C-vitamin. A C-vitaminnak kémiai neve aszkorbinsav. A sav az csak azt jelenti, hogy bizonyos kémiai tulajdonságokkal rendelkezik. Az ecet is sav. Vannak bizonyos kémiai tulajdonságok, ami alapján valamit savnak nevezünk. Az ecet az teljesen másképpen viselkedő sav, mint a sósav. De kémiai természetét illetően sav. Úgyhogy az aszkorbin sav, a C-vitamin is a kémiai természetét illetően sav. Na nézzük meg, hogy mit jelent a szó. Az A latinban is és a görögben is általában A vagy an, van amikor hozzátesznek még egy N betűt, azt jelenti, hogy nem vagy nincs. Mondok példát, an alfa beta. Az alfa és a beta a görög ABC első két betűje, az AB. És az an alfabéta az azt jelenti, hogy nincs meg neki az ABC. Nem tud olvasni. Ugye? Nem, nincs birtokában az ABC-nek. Nincs meg neki az alfabéta. Oké? Az A, az a nagyon sok szó elején azt jelenti, hogy nem vagy nincs. A szkorb az mit jelent? Skorbut. A C-vitamin neve azt jelenti, hogy nincs skorbut. Ha C-vitaminnek, ha nincs C-vitamin, skorbut lesz. Ha van C-vitamin, nincs skorbut. Mi az a skorbut? A cenzúrázott egészségben is írtam róla, írtam arról, hogy az angol tengerészetnél, talán emlékeztek 1600-as évek tájékán, amikor elkezdték az angolok meghódítani a világot, és elindultak hosszú hajó utakra. Nem lehetett tudni, hogy 3 hónapig tart, fél évig, másfél évig, 2 évig, nem lehetett tudni, mikor keverednek haza. Elindultak, és olyan élelmiszereket raktak a hajóra, ami nem fog megromlani. Nyilván nem nagyon vittek gyümölcsöt, mert az megromlik hamar. Sózott, füstölt húst vittek, olyasmit, ami hosszú ideig eltart. És csak az angol hajókon több mint 1 millió ember halt meg egy titokzatos betegségben. Amiről nem tudták, hogy mi az. Ma már tudjuk, hogy valójában nem betegség, hanem egy betegségnek tűnő állapot. Mert egy vitamin hiány okozza. Tehát a szó szoros értelmében nem valódi betegség, meg lehet halni. Meg lehet halni egészségesen. Úgyhogy az ember nem beteg. A sivatagban szomjan lehet halni, az az ember nem beteg, csak szomjan halt. És az emberek a hajókon elméletileg nem éheztek, mert volt bőven ennivaló. Csak ugye van kétféle éhezés. Van olyan, hogy mennyiségi éhezés, amikor nem eszek eleget. És az éhezésnek van egy másik, egy sokkal rejtettebb, nehezebben felismerhető, sunyibb formája, a minőségi éhezés. Én jól tudok lakatni egy embert vízbe áztatott fűrészporral. Pocak tele lesz, és meg fog halni. Mert a vízbe áztatott fűrészporban semmi sincs, ami számára értékes lenne, tehát az egy nagyon súlyos minőségi éhezés lenne. Azokban az élelmiszerekben, amit a hajósok magukkal vittek, benne volt sokféle tápanyag. Emlékeztek a minimum törvényre, ha csak egy is hiányzik, előbb-utóbb baj lesz. És egy valami hiányzott a szárított füstölt húsból, a C-vitamin.
És a C-vitamin biztos más is hiányzott, de az hiányzott a leginkább. És a C-vitaminnak a hiánya egy olyan fokú minőségi éhezéshez vezetett, ami halálos lett. Meghaltak az emberek. A skorbut sok tünete van. Mondok néhányat. Az egyik például tönkre megy az immunrendszer, és az ember nagyon fogékonyá válik fertőzésekre. A fogékonysága sokszorosára nő. És egy olyan fertőzés, ami leperegne róla egyébként, halálos lehet számára. Ez az egyik. A másik pedig, hogy C-vitamin, kellő mennyiségű C-vitamin hiányában az erek elkezdenek eltöredezni, és kilukadgatnak. Lukak keletkeznek az ereken. Sőt, ha nagyon megrepedezik, akár szétrepedhet az ér. Először a kis vékony hajszál ereken keletkeznek repedések és lukak, és a vér elkezd az erekből kifolyni. Lehet, hogy először csak akkor, ha megüti magát, és nagy véraláfutás lesz, és nehezen akar gyógyulni, utána pedig maguktól elkezdenek elpattogni az erek, és gyakorlatilag az ember a saját testébe elvérzik. Általában ez nem szokott bekövetkezni, mert általában hamarabb legyűri valamilyen fertőzés. Tehát általában ez nem jut el odáig, hogy ez megtörténjen, de mindenhol a testen kis vérzések jelennek meg, és belül is, amit nem is látunk. Úgyhogy a C-vitamin egyik legfontosabb szerepe, hogy épségben tartsa az ereket. És a skorbut egyik legfeltűnőbb megnyilvánulása az erek tönkremenetele. Immunrendszer és az erek. Na nézzük! Lesz egy nagyon érdekes dolog, ami minden vitaminra érvényes, de a C-vitaminnál nagyon könnyű elmagyarázni, mikor következik be a skorbut. Mondjuk legyen az a szélsőséges, hogy nulla az ételben levő C-vitamin mennyisége, zéró. Akkor a skorbut nagyon gyorsan bekövetkezik. És az ember nagyon gyorsan, az emberi szervezet összeomlik, és az ember nagyon gyorsan meghal. És van, nincs pontosan meghatározva, mert a külső körülményektől is függ, a terheléstől is függ, attól is függ, hogy mennyi napsütés éri az embert, sok mindentől függ, de van egy olyan minimális mennyisége a C-vitaminnak, amit megeszünk, de még mindig bekövetkezik a skorbut. Csak úgy iránymutatásként írom, hogyha valaki olyan 20-30 mg C-vitamint eszik meg naponta, akkor már nagy valószínűséggel bekövetkezik a skorbut. És meg fog halni. Van egy hivatalosan javasolt napi adag, az 60, időnként változik 60-80 mg. Azt tudjátok, az ahhoz elegendő, hogy ne következzen be a skorbut. Hasonlítsuk valamihez. Ha egy ember egyáltalán nem tud enni semmit, akkor viszonylag rövid idő alatt meg fog halni, ez logikus, nem? Ha egy ember meg tud enni naponta mondjuk egy negyed zsömlét, akkor egy kicsit tovább húzza, de garantáltan éhen fog halni. És lehet a táplálkozásból, lehet neki adni annyi ennivalót, ami éppen elegendő ahhoz, hogy ne haljon éhen. Nem fog éhen halni, mert már annál többet eszik, az éppen elegendő a szervezetének ahhoz, hogy fennmaradjon. De azt nem mondhatjuk, hogy ez az ember jólétben él, ugye? Ugye? Ezt nem mondhatjuk. Tehát a 60-80 mg C-vitamin naponta, az nagyjából ahhoz elegendő, hogy az ember ne haljon éhen. És ez a javasolt napi adag.
Ez ahhoz elegendő, hogy ne következzen be a látványos skorbut. Majd meg fogjátok érteni még jobban, hogy megyünk feljebb. Nyilván, ahogy megyünk feljebb, és egyre több C-vitaminhoz jut valaki, egyre jobb lesz az állapota, és meg lehet húzni egy vonalat. Emlékeztek, mondtam, hogy a C-vitamin az egy olyan speciális vitamin, amit a Földön élő élőlények túlnyomó többsége szinte kivétel nélkül mindegyik megtermel a saját testében. Az ember, a tengeri malac, az emberszabású majmok, egy gyümölcsdenevérfajta és még néhány élő lény kivétel, ők nem tudják megtermelni, tehát ők, ha nem kapnak C-vitamint, elpusztulnak. Nem jutnak C-vitaminhoz a táplálékból. Akkor elpusztulnak. A kecske azt termel, tudjátok. Meglehetősen sokat a nyúl, mindegyik a madarak, megtermelik. És hogyha ezt a mennyiséget megnézzük, megvizsgáljuk, hogy az állatok mennyit termelnek, akkor ki tudunk következtetni egy olyan mennyiséget, amelyik már alkalmas arra, hogy ne következzen be egészségkárosodás. És ez a szint, ez az én számításaim szerint, ...30 mg C-vitamin 1 kg testsúlyra. Ide is írom az egyest, hogy ne legyen félreértés. 30 mg C-vitamin 1 kg testsúlyra. Az a szint, ami ha megvan, akkor már nagy valószínűséggel nem következik be károsodás. Ez alatt károsodás következik be. Ezt megnézzük, akkor ez a 30 mg mondjuk egy 50 kilós embernél, 50 kiló, 50-szer 30, az 1500 mg, azaz másfél gram C-vitamin. Egy 70 kilós embernél 70-szer 30, 2100, durván 2 gram C-vitamin. Tehát egy 70 kilós ember fogyaszt egy életerő alapot, amiben van 1000 mg, meg megiszik egy kalmagot, az 2 gram, oké. Akkor ő már azon a szinten van, hogy nagy valószínűséggel, függ az életmódtól természetesen, ez nem egy abszolút. Nagyjából a fizetéshez hasonlítjuk, akkor ha valakinek nincs fizetése, nincs jövedelme, hát akkor azt nem kell nagyon magyarázni, ugye? Lehet néhány fillér a zsebében, és lehet annyi a zsebében, hogy tulajdonképpen nincs hol laknia, nincs pénze ruhára, de azt a néhány betevő falatot, hogy fennmaradjon, meg tudja venni. És ez lenne az a szint, ahol az ember éppen hogy valahogy el van. Már kifizeti a gázszámlát, kifizeti a villanyszámlát, van ruhája, nyilván nagyon meg kell néznie, hogy hol vesz ruhát, tud venni elfogadható színvonalú élelmiszereket, de hát olyan nagyon nem rúgkapálhat, de úgy rendben van. Tehát ez alatt már nem lesz adóssága. Ha a szervezet kap 30 mg C-vitamint 1 kg testsúlyra, akkor nem halmozódik fel hátralék. Nem halmozódik fel adósság a szervezetben. Érthető így? Ennél kevesebb nél, az én számításaim és megfigyeléseim szerint, a szervezet biztosan károsodik. Minél kevesebb a C-vitamin, annál gyorsabban károsodik. Minél jobban közelíti ezt, annál lassabban károsodik, de károsodik. Lehet, hogy nem látványos, lehet, hogy valaki nem is veszi észre. Lehet, hogy ez a károsodás évek alatt jön létre. Hónapok, évek alatt jön létre, és nem is tud róla, hogy károsodik a szervezete, mert nincsenek látványos tünetei. Minél lejjebb megyünk, annál látványosabbak a tünetek. Itt valahol, ebben a sávban nagyon látványossá válnak, olyan látványossá, hogy elmegy valaki egy orvoshoz, és az orvos azt mondja neki, hogy hát maga skorbutos. De fölötte nem fogja azt mondani az orvos, hogy maga skorbutos, pedig az. Mert a skorbut nem fekete-fehér. A skorbutnak sok fokozata van. Mondok egy egyszerű példát. Ha valakinek fogmosáskor vérzik a fogínje, az mit jelent? Hogy már a fogkefe érintésére is megsérülnek az erek. Tehát az erek
sérülékenyek. Az az ember skorbutos. Akinek vérzik a fogénye fogmosás után, az az ember skorbutos. És nem gyógynövényes fogkrémre van szüksége, hanem C-vitaminra. Az, aki megüti magát, és hosszú ideig kék foltja van, mert könnyen, az az ember skorbutos. Amikor egy gyerek hirtelen nő, gyorsan megnyúlik, akkor a testében nagyon sok C-vitaminra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a növekedést tudja támogatni, és a kamaszoknak gyakran mérzik az orruk. Skorbutosok. Gyakorlatilag szinte semmi sem kell, pak! Elkezd folyni a vér az orrából. Skorbutos. Gyorsabban nő, mint az a rendelkezésére álló C-vitamin, amennyihez az a rendelkezésére álló C-vitamin elegendő lenne, ezért aztán lecsúszik egy alacsonyabb sávba. Ha valaki dohányzik, könnyebben lesz skorbutos. Tehát írtam a cenzúrázott egészségben, aki dohányzik, annak kell fogyasztani a plusz C-vitamint. Attól függően, milyen erős cigarettát szív, hozzá kell számolni valamennyit. 50 mg-ot, 100 mg-ot, egy szál cigarettára, tehát elszív valaki 20 szál cigit erőset, akkor dobjon be plusz 2 g C-vitamint még, hogy legalább azt a hatást semlegesítse. És akkor legalább tett valamit. Oké? Ez egy nagyon érdekes. Ebben a sávban él valahol az emberek túlnyomó többsége. Valahol itt, ebben az alsó sávban. A hivatalos egészségügyi jelentések szerint ebben a sávban él az emberek túlnyomó többsége Magyarországon. De természetesen nem szabad azt mondani, hogy az átlagos étrend az nem biztosítja a szükséges mennyiségű vitamint, ugye? Benne van a hivatalos egészségügyi jelentésben, hogy a magyar emberek nagy része ebben a sávban van. Ez a sáv, ez a 60-80 mg, ahol van egy látszat nyugalmunk. Nem látszik már a skorbut. Már nem látszik, és azt hiszük, hogy minden rendben van. Szent Györgyi Albert így írt erről. Azt mondja, ami az aszkorbinsavat illeti, kezdettől fogva éreztem, hogy az orvostársadalom félrevezette a közvéleményt. Az orvosok ugyanis azt mondták, hogy ha a táplálékban nincs C-vitamin, nulla, akkor skorbut lép fel. Ha viszont nem jelentkezik skorbut, akkor minden rendben van. Értitek? Azt hiszem, ez nagyon súlyos tévedés. A skorbut, ami itt következik be, nem a hiány első tünete. A skorbut a szervezet végső összeomlásának a jele. A halál előtti tünet együttes. És nagyon széles szakadék van a skorbut és az egészséges állapot között.